Most olyan meccsjelenet következik. Hasonlóban a női, hasonlóban a férfi. Megint a szárba adta a kulcsot. Nem hiszem el. De mert nem tud rendesen hazajönni. Halló! Halló! Kicsi! Kicsi! Várjál! Nem tudok bejutni! Gyere! Ne bízz magad, Ari! Nem tudod, hogy a fát figyeld meg! Hogy csináltad a kulcsokat? Tényleg? Ha? Mert elveszettem a másikat. Újat nézve. De jó. Mi van ráírva? Mi? Mi van ráírva? Mi az egyéb? Nem, az egyéb. Ja. Hogy mindig rád gondolja. De írjad. De ez mi ez? Na, bocsáss, hogy arra jöjjön. Tényleg, mi ez? Na, szerinted mi? Ezzel akarod, hogy akarod. Legyen, akkor kezdjük, hogy nincs vesz, ne hagyd. Akkor sem. Ne, 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 szívem, fáj. Fáj. Oké. Megvan egy. De megvan, ne. Ugye mi is kell? Na, gyere, vedd fel a kezdet. Vedd, hogy kicsi lesz, tehát még gyerekméret. Mi is a gyerekméret? Hát Jancsikáé. Jancsinak vetted? Ja. De miért? Fasz, hogy miért nem zseniális? Ha? Hát mi zseniális, de a végtelet meg ilyet vele. Mi az, hogy miért kell? Semmi agresszivitás nincs benne. Hát talán pont ezért. Hát meg talán ráhasonlít. Azt akarom, hogy... Hogy? Hát, hogy mondjuk rád is hasonlítsa, ha te vagy az apja. Hm? Nem? Nagyon jó. Ezt most hogy ezt nevél? Mi? Miért vattad ezt a gyereknek ezt? Hogy játszom vele. Pont ez. Miért nem egy labdát vettél? Vagy sakkot? Szerintem van labdája. Három. Miért kell a gyereknek boxolni? Miért kell? Miért te szereted a boxot? Jancsit megkérdezted? Biztos nem kérdezted. Te szereted a boxot, nem? Nézni szeretem, de nem biztos, hogy a gyerekemet is akarom, hogy boxoljon. Nem én. De miért? De miért kell agresszivitásra nevelni a gyereket? De miért kell mindig leugatni azt, amit csinál? Először is, ha már itt tartunk, én nem ugatok. Én beszélek. És a lónak van pofája, én beszélek. Ki beszél itt a lóról? Csak úgy mondtam. Egyébként. Mindig ez van, hogy soha nem beszéljük meg. Nincs mindig ez. De mindig ez van. Nincs mindig ez. Mert mindig azért az fáradtam a munkából tényleg. Mindig az volt, hogy a fejét, kiderült, hogy a gyereknek beszél. Idegbetegen. Tele van a fejed, mindenféle hülyesége, nem is figyelsz arra, amit mondok. Meg is tudod, hogy mi van a gyerekekkel. Most locsoltam meg a virágot, ne locsoljál meg a virágot, hadd már abban most, én beszélek, pontos dologról, tessék. Mit csináltál a virággal? Agyamra megy, hogy nem lehet semmit normálisan megbeszélni veled. Állam mindig hazajössz és rendezkedsz, mint egy... Mit kell vele megbeszélni rendesen, akkor megint megkérdeztél meg? Mit kell akkor megbeszélni? Amikor nem vagy itthon? Mikor? Mire itt a telefonod? Emberi át a holdon! Van mobil! Mikor veszed fel a mobilodat? 20-ból egyszer sem? Akkor nézd egy esemet! Azt nem tudom fölvenni, mert dolgozom! Nem tudok a kozmetikával, nem tudnám magunkat eltartani! Ugye? Ez ebben nagyon mi volt. Lehet, hogy... Ha már a boxról van szó! Elegem van. Ez Jancsika ajándéka. Tőlem fogja megkapni. Én meg lebeszélem róla. Tele fogom beszélni. Tele fogom beszélni. Ha meglátom a kezén azt a kesztyűt. Akkor mi lesz? Behúzol neki, vagy mi lesz? Majd meglátom.
fogja magát, hagyni, tudod? És tudod, miért nem fogja magát, hogy miért meg fogja tudni magát védeni. Kitől? Tőle kell megvédeni magát. Igen. Én soha nem emeltem kezet a gyereknek. Rád sem emeltem kezet, még sohasem. Neked sem nem kell, nem is kell megvédened magad a semmilyen. Neked mi kéne megvédened magad ellenem? Soha nem bántottalak, bántottalak vala is. Bántottalak vala is. Soha nem bántottalak. Állandó, baszogatsz. Jössz ilyen hülye ajándékokkal. Bossz kesztyű! Komolyan mondom, megáll az embernek az esze. Tényleg? Tényleg, 10 éves a gyerek, és box kesztyűt vesz neki, hogy verekedjen. Szóval se jutok. Én intéztem el. Milyen fut? Fut, pingpongozik. Az angol, a szoltés, a karatét, amire aztán nem járt, mert te azt is ellenezted. Nem voltál ott egyetlen egy mérkőzésén sem, nem voltál ott a hegedű vizsgáján. Miért nem voltam ott? Mert dolgoztál, mert nem érdekel, hogy mi van a gyerekkel, és én intéztem mindent a gyerekkel. Én intéztem mindent, ugye? Akkor miért vagyok mindig megkérdőjelezve? Miért vagyok mindig letolva azért, amit elintézem? Gerüti, mindig ide, ahogy veszek szűk! Különben, hogyha ide lennék, és nem foglalkozom a gyerekkel, egész a világ nagy közben, kulcsol a nyakába! Ingen szegény környezetben! Időt kérek. Milyen kulcsol a nyakába? Hol? Milyen kulcsol a nyakába? Milyen kulcsol beszél? Ne akart érteni, amit mondok, véletlenül. Pontosan tudod, hogy miről beszélek, és elfáradtam el az egészben. Nem értek, a gyerek boxolni fog és kész. Nem fog. De. Nem. Boxolni fog. Nem fog. De fog. De nem fog. Ááá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 á Miért befektet el ide a szarányba? Nézd, be van süllyedve teljesen teljesen a közelbe. Itt alszom 20 centin itt. És kinek a dolga lenne matracot letenni? Nem adj el. Először szavazunk. Nagyon nehéz eldönteni, egyre nehezebb. Én felén kérem szépen azokat a színeket, amelyiknek a pártján vagyunk. Hát Ilikém, itt. Ez most? Igen, akkor jövök ki is csak beszélgetni. Hát ugye olyan érdekes az, hogy mondjuk, hogyha ők járnak egy pszichoterápiába, akkor eljönnek másnak, de ott nem üvöltöznek a pszichológus előtt. Olyan előfordul, hogy sírnak, olyan előfordul, hogy hát úgy hűlődnek, hogy valami módon, de nem tudják lejátszani előttem újra azt a veszekedést, hanem elmondják, hogy igen, hát képzeljen meg, már tegnap is mi történt. Viszonylag, no, van úgy, hogy ülnek kéz a kézbe, így boldogságba, igen, és akkor azt mondják, hogy hát tegnap hogy utáltok egymást, és akkor kívülállóként most el kell dönteni, hogy tulajdonképpen például ennek mi a jövője ennek a kapcsolatnak. Magamban. Tehát ezt nem kell kihirdetnem, csak magamban mégis el kell döntenem, én magamban is így forgatom ezeket a cédulákat így jelképesen, mert én úgy gondolom, hogy a pszichológusnak ráadásul az a dolga, hogy ne pártoljon le se ide, se ide, hanem hogy ha ő például, akár egyikünk, elmesél egy dolgot, és ő azt várja, hogy én minden körülmények között neki adjak igazat. Mindig mindenki ezt várja. Egyébként, ha a barátnőnknek meséljük el, anyáknak meséljük el, bárkinek meséljük el, kikérjük magunknak, ha azt mondja, hogy neked nincs igazad. Annak többet nem meséljük el. Így van? Viszont, hogyha az ember elkezdi már megvilágítani a dolgot, hogy hát azért lehetséges, hogy annak a másiknak is megvan a maga igazsága, akkor vajon mi történhet?